Győrben a Bem téren lévő emlékmű már évek óta a lengyel-magyar barátság szimbóluma. Szerdán délután a lengyel Polkovice női kosárlabda csapata a Szerkó Uni Győrrel és a győri alpolgármesterrel közösen koszorúztak. Rendkívül jó ötletnek tartok, hogy itt a Bem téren a lengyel-magyar barátság emlékművénél egy koszorúzást hajtottunk végre közösen. Ugye azt gondolom, hogy a történelemben nincs még két ilyen nép, amely ilyen hagyományokat ápol barátság terén, hiszen 1000 éves kapcsolat fűzi ezt a két népet össze, és minden ilyen egyébként történés az ezt a fajta barátságot erősíteni tudja. A sport arról szól, hogy valaki legyőzi a másikat, de nyilván ezen meg túlmutat ez a fajta kezdeményezés. Egyébként is a városunk a lengyel kapcsolatok terén erős, hiszen lengyel testvérvárosunk van Poznan szemében, vagy éppen nemrégben adták át, mutatták be azt a kiadványt, amely a lengyel emlékeiket mutatja be a városunkban. Budapest után itt van a másik legtöbb a lengyel ezt kötető emlékmű a mi városunkban, és egyébként egy rendkívül aktív lengyel közösség, lengyel részünket, vagy önkormányzat működik ebben a városban. A Szerkó Uni György Füzi András klubelnök és Török Ágnes csapatkapitány képviselte az eseményen. Arra gondoltunk, hogyha már onnan érkező vendégcsapatot látunk itt vendégül, akkor invitáljuk meg őket, és a Magyar-Lengyel Barátság szobránál tegyünk le egy koszorút, ezáltal is felmutatva azt, hogy a sport azért eltünteti a határokat, és az emberek között csak a barátságot és egyéb pozitív kapukat tud kinyitni. Összesen 40 percre fogjuk félretenni ezt a barátságot, amikor ma este 6 órától ugye összecsapunk. Nagyon-nagyon örülök, hogy elfogadták a meghívást, és meg tudtuk rendezni ezt az eseményt, hiszen fontos emlékezni a magyar-lengyel barátságra. Csodálatos, hogy van itt egy emlékmű, ami mellett meg tudtunk jelenni és koszorúzni tudtunk. Bár az utazás hosszú volt, a csapat képviselői szívesen jöttek el a Bem térre emlékezni. Igen, a lengyel-magyar barátság számunkra is nagyon fontos, ami egyébként Lengyelországban is ugyanúgy tapasztalható. Ez nagyon jó dolog, mert tényleg úgy érezzük magunkat itt Győrben, mintha csak otthon lennénk. A koszorúzás után a lengyel küldöttséget a győri városházán vendégül látta az alpolgármester.